Festették, szigetelték, bővítették és akadálymentesítették az anyaóvó épületét. A tetőteret is beépítették, így létrejött egy olyan terem, amely alkalmas csoportfoglalkozások tartására. 2008-ban pályázott a Vöröskereszt a felújítás első ütemére, azóta folyik a helyreállítás, és most zárult le a teljes rekonstrukció, már környezetvédelmi és energiatakarékossági elemekkel is kiegészülve. Napkollektort építettek, az új biztonsági kamerarendszer pedig az anyaóvóban menedékre találó anyákat védi, tűzbiztonsági okokból pedig tűzjelzőket és tűzzáró ajtókat szereltek fel. A helyreállítás két üteme több mint 60 millió forintból valósult meg, melyet az Európai Unió támogatott. Az intézmény fenntartása azonban továbbra is komoly erőpróbát jelent a Vöröskereszt számára. Fondorlatosan és nehéz munkával, de meg tudjuk teremteni a működéshez a pénzt. Azt gondolom, hogy nem mondhatunk le erről, még akkor sem, ha a fenntartónak, mármint a Vöröskeresztnek hosszú távon ebbe be kell pótolni, és ezt az egész épületrendszert működtetni kell, mert úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra a tevékenységre, amit itt végeznek, nagyon magas színvonalon végzik, tehát ezt erről nem mondhatunk le. Az anyaóvó folyamatosan teltházzal működik, jelenleg is 10 család talált otthonra az intézményben. A helyreállítás nem csak szebbé, tisztábbá tette az itt élők lakókörnyezetét, de a bővítésnek köszönhetően azok a surlódások is csökkentek, amelyet a zsúfoltság okozott. Több oka volt ennek a felújítás sorozatnak. Az első ok, hogy 98-ban nyitottuk ezt az intézményt, és azóta annyi család megfordult itt, hogy lelakottá vált a ház. Másrészt viszont olyan előírásokat születtek kezdve a jogszabályváltozások miatt, a tűzoltóság, az ENTS, a szakhatóság részéről, amiket nem tudtunk teljesíteni. Illetve nagyon fontos szempont volt az, hogy a növekvő energiaárak mellett olyan beruházás történjen, ami az energiatakarékosságot meghozza. És az utolsó szempont pedig az volt, hogy egy olyan foglalkoztató helyiség vagy oktató helyiség alakuljon ki, amire eddig nem volt a lehetőség az intézményben. A Vöröskereszt most megvásárolta a szomszéd telket is, amire részben azért volt szükség, mert az akadálymentesítéshez szükséges rámpa miatt tűzbiztonsági okokból bővíteni kellett a területet. Másrészt pedig éppen az anyaóvó fenntartása érdekében szeretnének az intézmény humán erőforrására építve egy szolgáltatóházat is elindítani.